Tisztelt tévénézők, kedves Pest Erzsébetiek, tisztelt képviselőtestület, alelnök úr! Az előző időszak óta a következő események zajlottak le. Április 4-től új jegyzője van Pest Erzsébet önkormányzatának, dr. Demjanovics Orsolya személyében. Március 11-én ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára. Számláink egyenlege április 11-én. Költségvetési számla egyenlege 378.252.000, bérlakás értékesítési számla egyenlege 1.584.000, állami hozzájárulás számlánkon nincs pénz, egyéb helyiség telekértékesítési számla egyenlege 888.000. A lekötéseink a számlákon, a költségvetési számlán 1.700.000.000, a bérlakás értékesítési számlán nincs lekötött betétünk, környezetvédelmi alapszámlán 65.000, egyéb helyiség telkek értékesítési számla 21.000, állami hozzájárulás számlán nincs pénzünk, letéti jóvadék számlán 30.000 forint van május 3-áig lekötve. Az elkülönített bérlakás értékesítési számláról és az egyéb helyiség telek értékesítési számláról 2016. szeptember 28-áig 291 millió forintot kötöttünk le a magyar állam által kibocsátott féléves kamatozó kincstárjegy formájában 2,25%-os kamattal. Munkabérhitelünk nincs, folyószámlahitelünk nincs. Közbeszerzéssel kapcsolatosan a következőket tudom önöknek elmondani. A járdakarbantartás 2016. évi közbeszerzési eljárásban a vállalkozási keretszerződés megkötésére a nyertes ajánlat tevővel Petrolépítő Kft. Április 4-én a szerződés kötésre sor került. A zöld felület felújítás a Törökflóris úton tárgyú közbeszerzési eljárásban a vállalkozási szerződés megkötésére szintén nyertes ajánlattevővel Pannon Park Forest Kft. Április 5-én került sor. A forgalmi rend kiépítés és változtatás tárgyú közbeszerzési eljárásban a Tátratéri piac forgalmi rendjének kiépítése és a Vörösmarty utca forgalmi rendjének változtatása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével április hónapban szerződés kötésre fog sor kerülni. Számítógépek, szoftverek, monitorok beszerzése, telepítése, üzembehelyezése tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás 4 gazdasági szereplőről részére április 4-én megküldtük, az ajánlatok bontásának várható időpontja április 14-e. Zöld felületi építési munkák Baros utca, Lajta László utca, János utca területen április 14-én 4 gazdasági szereplő részére az ajánlatot küldtük. Képviselőtestület kérésének megfelelően mellékeljük Pest Erzsébet Városfejlesztő Kft. 2016. év márciusavi tevékenységéről szóló beszámolót. Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az SMTK birkózó szakosztálya 2016-ban ünnepli fennállásának 10. évfordulóját, a Krúj Iván sportcsarnok 5 éve fogadja a sportolókat. A jeles dátumok méltó megünneplésére múlt hét végén került sor. 2016. évi 3.-4. korcsoportos kötött fogású diákolimpia kétnapos versenysorozatának adott otthont a sportcsarnok. A szakma véleménye szerint a verseny lebonyolítása minden idők legszínvonalasabb eseménye volt. A mérkőzéseket a szövetség számítógépes rendszerén televíziókon követhették a versenyen jelenlévők. A hangulatot, látványt, fénytechnika, hangelemek fokozták, és a kivetítőkön pedig Pest Erzsébeti klub történetéről olimpiai, világ és Európa bajnokainak sikerei emlékeztek meg a rendezők. A versenysorozaton 27 diák olimpiai bajnoki címet osztottak ki 500 birkózó közül, az erzsébeti birkózók ismételten kitettek magukért, mert az 5 aranyérem mellett több ezüst és bronzérmet is szereztek. Köszönetet mondunk mindazoknak a szervezők nevében, akik megtisztelték jelenlétükkel ezt a rendezvényt. Az önkormányzat által szervezett szünidei étkeztetés keretében 60 adag ebédet osztottunk ki hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára az Ady Endre általános iskolában.
A tisztelt képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően a Raiffeisen Bank, a Duna AG Invest Kft. És az önkormányzat között létrejött háromoldalú megállapodásának a vételi kötelezettséget előíró rendelkezésének érvénytelensége megállapítására begyújtott kereset ügyében 2016. március 24-én tartott tárgyaláson a bíróság korábbi felhívásaira bizonyítási indítványokat terjesztettünk elő, okiratokat csatolva, valamint tanúk meghallgatását indítványozva. A Raiffeisen Bank ZRT képviselői nem ezen indítványok nyomán 2016. március 7-én, március 17-én kelt válaszirataiban mind az indítványok, mind pedig valamennyi kereseti kérelmünk elutasítását kérte. Ezen válasziratok azonban a bíróság tárgyalását megelőzően nem tudta kézbesíteni, illetve a március 17-i beadványt az alperési képviselő a tárgyaláson adta át az önkormányzat jogi képviselői részére, így az azokra történő nyilatkozattételre 15 nap határidőt kaptunk a bíróságtól. A bíróság indítványunk nyomán beszerezte és a tárgyaláson ismertette a Duna AG Invest Kft.-vel szemben folyó végrehajtási eljárásban készült, és utoljára 2015. november 16-án kiegészített szakvéleményt, mely a pertárgyát képező ingatlanok ellenértékét 503 millió forintban határozta meg. Figyelemmel arra, hogy a korábbi indítványaink ellenére a tanúk meghallgatásáról a bíróság még mindig nem döntött, a tárgyaláson külön a jegyzőkönyvben is rögzítendő módon kérte az önkormányzat jogi képviselője a tanú meghallgatás szükségességét az elsődleges, de különösen a másodlagos kereseti követelés, lehetetlenülés elbírálhatósága, illetve tényállás tisztázása érdekében. A meghallgatni kért tanúkat arra kívántuk nyilatkoztatni, hogy az önkormányzat a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot abban a hiszemben tette, hogy a teljesítéshez bankhitelt vett fel, illetve a teljesítést mindig is bankhitelből kívánta és tudta volna megoldani. Következő tárgyalási időpontja április 27-e 9:30, mely alkalommal az eljárás egy tanú meghallgatással folytatódik, vagy amennyiben ezen bizonyítási indítványnak a bíróság nem ad helyt, várhatóan ügydöntő határozat születik. Tájékoztatom tovább a képviselőtestületet, hogy a 115/2015. Évi határozat harmadik pontjának felkéri a polgármestert, hogy a fenti intézkedések megtétele mellett folyamatosan további tárgyalásokat folytasson Raiffeisen Bank ZRT-vel a vitás ügy rendezése érdekében. Végrehajtásaként március 30-án újabb megbeszélést tartottunk a Raiffeisen Bank ZRT munkatársaival. A polgármester a vagyongazdálkodás 6300/2015. Évi határozatával Tóth Zsoltnak Budapest 20. kerület 170/187/5-ös helyrajzi számú Budapest 20. kerület Téglaégető utca és MÁV Kunszent Miklósi vasútvonal közötti közterületen levő pavilonra és idényjelleggel üzemeltetett terasza vonatkozó közterület használati engedély iránti kérelmét elutasította. Egyúttal közölte Tóth Zsoltal, hogy a határozat készhezvételét követő 30 napon belül közterület eredeti állapotát állítsa helyre. Tóth Zsolt a határozata szemben fellebbezéssel élt. A testület, helyben hagyta, tekintettel arra az elsőfokú határozatban megállapított tényállás a vonatkozó jogszabályhelyek alkalmazásával egyetértett. Tóth Zsolt ezt követően a közigazgatási határozat felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordult, a képviselőtestület határozatának az elsőfokú határozatára és kiterjedő határon kívül helyezését kérte. Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletével Tóth Zsolt keresetét elutasította és kötelezte, hogy fizesse meg az önkormányzatnak 15 000 forint perköltséget az ítélet jogerős felülvizsgálati kérelem benyújtására, mely az ítélet meghozatalától számított. 60 napon belül van lehetőség, egyelőre nincs tudomásunk. Képviselőtestület 157/2015. Évi határozatában úgy döntött, hogy Budapest 20. kerület jön egy helyrajzi szám alatt nyilvántartott természetben. Budapest 20. kerület Vízisport utca 2028 szám alatt ingatlanon található Sirály csónakház elnevezésű az ingatlan nyilvántartásban önálló felépítményként bejegyzendő ingatlanra 15 évi időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad.
A Magyar Evező Szövetség 2016. március 24. napján kelt megkeresésében tájékoztatott, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma határozat kiegészítését az önkormányzat arra vonatkozó kötelezettség vállalását kéri, hogy az ingatlan 15 év időtartalmas sportcélra tartja fenn és üzemelteti. Na, erről szól a határozati javaslat, amit most nem fogok felolvasni. És akkor még kiosztásra került egy a Harold úr által hozzám íródott levél, amellyel kapcsolatosan majd határozati javaslatra tesz, olvas fel majd az egyebek napirendi pont során a sportbizottság elnök asszonya, mert ők foglalkoztak is ezzel a sportbizottságomra. A szöveg pedig az, hogy tudomásomra jutott, hogy lehetőség nyílik talajpályázat segítségével külső úszómedence építésére a 2016-2017. Évben, utolsó pályázati lehetőség úszodafejlesztésre. Ennek kapcsán megkerestem dr. Hiller István országgyűlési képviselőt, a parlament alelnökét, és közvetítésével tárgyalásokat folytatunk a Magyar Úszószövetséggel, Gyárfás Tamás úrral, a szövetség elnökével, aki támogatásáról biztosította a beruházás megvalósítását, és felajánlotta közreműködését esetleges anyagi források bevonására. Az országgyűlési képviselőről a tárgyalást folytattunk dr. Kemény Dénessel, Magyar Vízilabda Szövetség elnökével, aki biztosított, hogy a szövetség saját pályázati lehetőséget adva 70%-os anyagi támogatással segíti a beruházás megvalósítását. A fentiek alapján az SMTK vezetése kéréssel fordul a polgármester úrhoz, hogy Pest Erzsébet képviselőtestület támogatásáról biztosítsa az SMTK pályázati lehetőségét és annak megvalósítását a külső úszómedence létrejöttével kapcsolatban. Konkrét költségekről és annak anyagi vonzatáról a tervezés elkészítése, valamint a pályázat megnyerése után tudunk tájékoztatást adni a képviselőtestület számára. A pályázat elnyeréséhez és annak megvalósításához előre is köszönöm támogatásukat. Ez volt a kérés, és azt gondolom, hogy a végére értem, még lenne egy bejelenteni valóm, ami akkor egyik szemem sír, másik szemem nevet, Porkoláb Ildikó kolléganőnk a hónap végével jól megérdemelt nyugdíjas éveit kezdi majd meg, ami persze rajta egyáltalán nem látszik. Úgyhogy sajnálom, hogy erre sor kerül, és nem fog velünk dolgozni a továbbiakban. A másik felén pedig azért örülök, mert azt gondolom, hogy a pihenés meg mindenkinek kiáll. Gondolom, ez aktív lesz a ismerve Ildikót. Jó, nem tudom, hogy van-e kérdés a képviselőtestület részéről. Kérdés, hozzászólás nem látok, akkor a vitát lezárom, és határozatodatlan fogok következni. Először kérem, hogy a vízisportok 2028 vonatkozásában a képviselők előtt élő határozatot szavazunk. Igen szavazattal a képviselőtestület alkalmazott javaslatot támogatta. Kérem, hogy a beszámoló elfogadásáról szavazzunk.